Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Magamról egy-két gondolat. Én Budapesten élek, családommal, feleségemmel most már még nincs 34 éve. Nem sokára lesz 34 éve, hogy házasságban élünk, és elmondhatjuk azt, hogy boldog család életünk van. Nem mindig volt így, sokat tettünk érte, van két fiunk, már felnőttek, és mind a ketten azzal, ezzel foglalkozunk, amit csinálunk. Sőt, a fiúk is besegítenek. Még a mennyjelöltöm is besegít. Hát nézzük meg, mit is csinálunk, de először, hogy mit miért csinálunk. Hát szeretném megkérdezni tőletek, tegezve szoktam egyébként tartani a képzéseket, azért tegeződöm, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül tegezik egymást az emberek ebben a szervezetben. Tehát mit miért csinálunk? Szeretném megkérdezni, hogy mennyire vagytok elégedettek azzal, ami felé halad a világ? Ki az, aki nem elégedett? Nem vagyunk elégedettek. Na, mi azért vagyunk egy közösség, hogy tegyünk azért, hogy elégedettek legyünk azzal, ami felé halad a világ. Miért kell ezért tenni? Mert ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. Jó, ez egy általános dolog. Manapság pedig a jó emberek többsége a sajnos nem tesz semmit. Karba tett kézzel várja, hogy valami történjen és jobb legyen. Na most, hogyha csak mi magunk, akik mondjuk legalább már betöltöttük mondjuk a 40-50 évet, tehát minimum, akkor társadalmi szinten látunk-e javulást vagy fejlődést? Ugye nem a 20 éveseket kérdezem, mert ők nagyon még nem látják át, mint azok, akik már éltek vagy 20-30-40 évet felnőttként, azok talán jobban átlátják, hogy valami társadalmi szinten lett-e fejlődés. Visszafejlődés lett. Tehát társadalmi szinten fokozatos visszafejlődés van, de ez most már nem 30-40 éve, hanem több mint 100 éve. Tehát több mint 100 éve, tehát gyakorlatilag a múlt század eleje óta van a visszafejlődés. Tehát a múlt század eleje óta. Azért nagyon érdekes. Tehát több mint 100 éve, és ez gyorsul ez a visszafejlődés. Tehát ez nem lineális, hanem exponenciális. Tehát nem ilyen, hanem ilyen. Tehát kezdetben ez nem nagyon volt látható, és akkor ez gyorsul, ez a visszafejlődés. Hát lehetne így is ábrázolni, igen. Igen, mert a rosszba megy, így van. Így van. Hát még nem a hullám alján vagyunk, de afelé haladnak az emberek. Van nekünk egy mai témánk. Tudja valaki, hogy mi a mai témánk? Létrehozása? Aranykor létrehozása. Tehát azért csináljuk a... Mit csinálunk? Nézzük meg. Tehát az embereknek átadjuk azt a tudást, és azokat a képességeket, ami által képessé válnak arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek. Ahhoz, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban éljenek, szükséges, hogy képesek legyenek az élethelyzeteiket helyesen kezelni, a problémáikat megelőzni, illetve megoldani, a céljaikat megvalósítani, képesek legyenek az együttműködésre, és arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek. Miért kell ezt megvalósítani? Hát, mert hogyha így halad tovább, akkor ennek az emberiségnek annyi. Jó, és akkor
Honnan tudom én ezeket, hogy minek, mi hogy van, meg mi hogy lesz? Kaptam egy képességet, hát most már egy jó pár, jó sok éve, lehet, hogy nem annyira sok, de gyakorlatilag 2002-ben. Egy olyan képességet, hogy amit kezdetben nem nagyon ismertem fel, aztán szépen lassan, fokozatosan felismertem, hogy kapok információkat a teremtőktől. Tehát a teremtőktől, és olyan információt, ami közvetlen információ az ember és az élet múltbeli és jövőbeli működéséről. Azért nem mondom, hogy jelenbeli működés, mert a jelen mindig csak egy pillanat. Tehát amit ezt kimondtam, az már múlt. Tehát a múlt és a jövőről egyaránt, tehát egészen onnan kaptam információt, hogy hogy teremtődött az élet a világegyetemben, tehát az első lény hogy teremtődött. Ezt az információt nem sok ember kapta még meg, ugye itt a bolygónkon. Én megkaptam. Ja, minden rendben. Oké, okay. Jó. Jó. Tehát lényeg az, hogy többféle módon szoktam információt kapni. Tehát például akkor szoktam információt kapni, mikor képzést tartok. Vagy akkor, mikor valaki kérdez az ember és az élet működéséről. Vagy akkor, amikor például olyan dolgot olvasok, vagy hallok, ami kérdésként merül fel bennem, és akkor abban a pillanatban kapom az információkat, hogy mi, hogy, merre, meddig van. És kiegészítik azt az információt, amit mondjuk olvastam. És hát ma is kaptam ilyen információkat. Elég érdekes információkat kaptam. Gyorsan föl is írtam, mert a nejem azonnal megosztottam, de föl is írtam a következőt. Igen, ezt elolvasom. Igen. Tehát, ugye van egy, beszélek egy olyan dologról, hogy van egy gyakorlatilag kísérletnek mondható, de ez olyan kísérlet, mint például neked van egy ingatlanod. Kinek van ingatlanja? Saját. Oké. Okay. Tehát van egy ingatlanod, és az ingatlanodat szakértelemmel gondozod. És kinek van gyereke? Gyerek? Oké. Okay. És nyilván az ember úgy működik, hogy át akarja adni a gyerekének azt, amit gondozott, tehát azt az ingatlant. Tehát egy előbb-utóbb. És tételezzük fel, mondjuk egy olyan gyereked van, amely herdál. Szívesen átadnád neki? És tudnád, hogy ha neki átadod, akkor elherdálja. Na most azt gondoljátok végig, hogy mondjuk ha nem ennyi, ilyen hosszú lenne az élettartamunk, hanem hosszabb, és akkor nem csak, mit tudom én, mondjuk a nők azok mondjuk 20 éven keresztül tudnak szülni, hanem mondjuk tudnának szülni mondjuk 100 vagy 200 éven keresztül. És akkor mit csinálnál, hogyha kiderülne, hogy az egyik gyereknek, amit először megszületett, annak hát hiába adnád az ingatlant, úgyis elherdálná. Akkor csinálnál egy másik gyereket, nem? Hát ha, így van, hát ha az majd tud mit vele kezdeni. És akkor megint fölneveled azt a gyereket, megadsz neki mindent, de az megint valahogy rossz társaságba keveredik, és megint olyanná válik, hogy
mondjuk nem szívesen adnád neki oda az ingatlanodat, mert az is elherdálná. Akkor megint mit csinálná? Csinálná egy harmadik gyereket. Nem? És abból nyilván abból a kettőből már elég sokat tanultál volna, hogy mit ne csinálj, nem? Vagy mit csinálj. És akkor szépen megint elkezdenéd nevelni a harmadik gyerekedet, és megpróbálnád úgy nevelni, hogy az tényleg olyan legyen, hogy akinek át lehet adnia az ingatlant. Majd kiderül, hogy az se olyan. Hát megint mit csinálná? Hát megint csinálná egy másik gyereket, nem? Na és akkor így eljutnál mondjuk a hetedikig, jó? És mondjuk a hetediknél tartanál, és azt mondanád, hogy na, itt van ez a hetedik gyerek, ugye a számokban is, ha megnézzük a mesékben is valamilyen furcsa módon a hetedik az mindig más, mint a többi, és akkor hát, ha ezt a hetediket föl lehet úgy nevelni, hogy annak szívből oda tudjad adni az ingatlanodat, és tényleg úgy gondozza, mint te. Ezt most miért meséltem ezt a történetet? Mert ezt én ma kaptam, hogy ugye lejöttek ide, és létrehozták ezt a bolygót. Hát nem lejöttek ide, hanem a világegyetemben az energiából létrehozták ezt a bolygót. Ugye most már tudjuk azt is, hogy vannak kifejezetten olyan bolygók, ami arra a célra vannak létrehozva, hogy onnan, tehát anyagraktár, hogy onnan anyagot vigyenek tovább. És ezt a bolygót létrehozták. Ennek a létrehozása azért nem egy év volt, meg nem is egy millió, hanem ez egy kicsit hosszabb. Tehát létrehozták, és miért hozták létre ezt a bolygót? Nem tudom, tudjátok-e? Nem tudom, tudjátok-e, hogy a világegyetem úgy bővül, hogy a központból kifele. Tehát a központ körül forog az egész világegyetem, és a központból kiindulva, tehát a központban rengeteg bolygó és csillag és egyéb van, tehát a központ környékén, tehát rengeteg anyag, és ahogy jövünk kifele, nyilván úgy tágul a tér, tehát egyre nagyobb térről beszélünk, egyre kevesebb anyag van magában a világegyetemben. És kifelé terjeszkedik a világegyetem. Ami azt jelenti, hogy mi, amikor a bolygót teremtették, hát eléggé a világegyetem szélén voltunk. De azóta már terjeszkedett a világegyetem, és már kijebb is jóval tőlünk vannak bolygók és naprendszerek. Tehát napok és naprendszerek. És ugye úgy teremtik a bolygót, hogy létrehozzák először az élettelen bolygót, majd amikor életképessé válik a bolygó, akkor elkezdik rajta az életet megteremteni. Ezt nem egy lény csinálja, hanem ez egy csapatmunka. Ezt jól jegyezzük meg. Na most, tehát amikor a bolygónkat létrehozták, akkor ide teremtettek egy életet, és az élet, amikor létrejött, akkor az értelmes lényt is ide teremtették. Tehát az értelmes lényt. Abból a célból, tehát milyen célból, amit elmondtam, hogy ugyanazt tovább vigyék, amit ők csináltak. Na most, gyakorlatilag a Föld az a világegyetem egy külső szélének a bázisa lenne. Akkor, ha erre alkalmas lenne az emberiség. Mondok példát, ott van a Sirius. A Sirius az egy bázis. Világos ez? És ugyanaz bázis lenne a Föld, mint a Sirius. Oké? Okay? Tehát milyen bázis? Értelmes lények olyan bázisa, akik a továbbterjeszkedést, az anyag létrehozását segítik.
Világos ez? De ahhoz egy ilyen emberiségnek, egy ilyen teremtő emberiségnek kell létrejönni, nem testi szinten, mert a test az csak egy anyag, bármikor lehet rajta javítani, nem probléma. Hanem a léleknek olyan szintre kell fejlődni, hogy képes legyen bázisként működni ezen a bolygón, megóvni, amit létrehoztak a teremtőink, ugyanúgy működni, mint a teremtő, tehát a teremtők gyerekei lenni, ugyanolyan gondos gyerekek lenni, mint a teremtők voltak. Oké? És tovább vinni a teremtést. Az azt jelenti, hogy egy, tehát ha te szülő vagy, és te teremtettél mondjuk egy ingatlant, akkor a gyerekettől nem, nem csak azt várod el, hogy az ingatlanodat, amit te teremtettél, ugyanolyan gondossággal gondozza, mint ahogy te gondoztad, hanem azt is elvárod, hogy legalább egy olyan ingatlan teremtsen ő is. Világos ez? Mert különben, ha csak annyit csinál, hogy a te ingatlanadat gondozza, akkor mit teremt? Mit hoz létre? Nyilván egy szülő azt akarja, hogy a gyereke legalább annyit teremtsen, mint ő saját maga. Hanem többet. Mert ráadásul bennünk van genetikailag, hogy szeretnénk, hogyha a gyerekeink többre vinnék, nem? Hát még többre vinnék. És ez nagyban is így van, nem csak kicsiben. Tehát ők, a teremtőink azt akarják, hogy mi ugyanarra legyünk képesek. Nyilván mi nem olyan öreg lelkek vagyunk, mint amilyen öreg lelkek ők. De ez a bolygó kiváló lehetőség arra, hogy mindent megtapasztaljunk. Ezen a bolygón mindent, minden van. Tehát szuperül megcsinálták a teremtőink, és ezen a bolygón minden van. De most mit csinál ez az emberiség az otthonával, a teremtők által létrehozott ingatlannal, otthonnal? Éppen herdálja, nem? Tehát nem gondozza, nem jó gazda, hanem éppen herdáló. Tehát ugye azt is üzenték, hogy nem azért hozták létre ezt a bolygót, hogy elpusztítsák. De ha kell, elpusztítják. Hanem ezt a bolygót ezért hozták létre, hogy ugyanolyan kiinduló bázis legyen, mint mondjuk a Sirius, amely jóval beljebb van a központ felé. Világos ez? És ezt vagy megcsináljuk, ehhez kapunk mentális segítséget, vagy nem. De ehhez van egy másik dolog ezzel kapcsolatban. Ugye tudjuk jól, hogy az elkészített dolgokra, más lényekre, negatív lényeknek fáj a foguk. Tehát, ha te csinálsz valami jó dolgot, akkor mindig lesznek olyan emberek, akik arra irigykednek, vagy el akarják venni tőled. Mindig. Na ez nagyban ugyanígy működik. Tehát, ha van valami jó dolog, ami létre van hozva, azt vannak olyanok, akik nem szeretnek létrehozni úgy dolgokat, hanem elvenni szeretik. Mint az embereknél, hogy nem teremtenek, nem dolgoznak, hanem el akarják venni. Na ugyanígy van a nagyban is, tehát ahogy itt, úgy ott, ahogy ott, úgy itt. És lényeg az, hogy erre a bolygóra fáj a foguk, de nem csak a bolygóra, nyilván a naprendszerre is, meg az egész környékre is, ugye az univerzumra, fáj a foguk egy másik fajnak. De ugye az a baj, hogy illetve ugye tudjuk, hogy hogy működik, hogy ha kívülről támadsz valamit, az sokkal nehezebb megtámadni, mint hogyha belülről támadod meg. Tehát gondolj arra, amikor a várat támadták mondjuk a törökök, akkor elég nehéz dolguk volt egy jól védett várral. De hogyha a várban árulók voltak,
akkor könnyedén elfoglalhatták a várat. Na ugyanez a helyzet ezzel a bolygóval. Ugyanis az emberiség között vannak árulok, akik azoknak a kezére játszanak, akik meg akarják szerezni a bolygót. Ezek az árulók, ezek egyre többen vannak itt a bolygón, és nem csak a bolygón, hanem nem tudom, tudjátok-e, illetve hát akiknek meséltem, azok már tudják, hogy ugye előzőleg volt itt egy másik faj, amely ugye elhagyta a bolygót, és egy kis létszám bemenekült a bolygó mélyére, és onnan próbálják manipulálni az embereket. És onnan próbálják segíteni a bolygó megszerzését az emberiségtől, tehát a mi fajta lényeinktől megszerezni a bolygót. És ez a kis csoport, tehát hozzánk képes kis csoport, ez az a baj, hogy kiirthatatlan, mert olyan magas műszaki technológiával rendelkezik, igaz, hogy kevesen vannak, hogy magát a bolygóban meg tudják magukat védeni. Tehát nem tudnak oda lemenni. Tehát olyan, mint egy vár. Mit tudom, az egri várat védte egy pár ezer katona, 1-2 ezer, és 150 ezeres sereg meg nem tudta elfoglalni. Jó? Tehát hogyha jól kialakított védelem van, akkor hiába a nagy sereg, meg a sokkal fejlettebb technológia, nem tudnak csinálni semmit, illetve a technológia az nem fejlettebb, az kb. Ugyanaz a mértékű. Na szóval lényeg az, hogy ugye erre a bolygóra fáj a foguk, és van egy olyan faj a bolygó mélyén, amely hipnotizálja azokat az embereket, akik rossz állapotban vannak, illetve akik árulók. Tehát az árulókat és a rossz állapotú embereket. És ez a fő probléma. Na most, ezeket a lényeket, tehát ez a fő probléma, ezek a lények. Tehát ez a fő probléma, mert ezek a lények, mivel itt vannak, hipnotizálni tudják az embereket. Tehát ugye tudjuk, hogy az alacsony rezgésű gondolat az áthatol az anyagot. És ugye ők alacsony frekvenciájú lények, és azok az emberek, akik rossz állapotúak vannak, azok alacsony frekvenciájúak, és ezáltal, ha olyan pozícióban van, vagy olyan hatalomban van, vagy olyan vagyona van, ami által hatalomban is van, akkor azokat manipulálják. Tehát hipnotizálják. Na ez a fő probléma. Tehát ezeket fegyverrel onnan kiirtani nem lehet. Nem az a megoldás, hogy szét kell robbantani a bolygót, mert akkor, hát akkor minek dolgoztak azzal, hogy ez a bolygó létrejöjjön, nem tudom, világos-e. Tehát ez olyan, mint hogy, mit tudom, van egy saját ingatlanod, azt fölrobbantanád, amit saját kezeddel megcsináltál. Érted? Tehát az ember, meg egy értelmes lény, inkább úgy mondanám, hogy egy értelmes lény, az nem így működik. És ezért az a stratégia, hogy ugye egyetlen egy stratégia van csak azoknak a kiirtására gyakorlatilag, de nem kiirtják, hanem akkor elmenekül. Tehát ez úgy működik, hogy egy értelmes lény, ha olyan a környék, hogy már nem tud azon a területen élni, akkor elmenekül. Tehát elmegy. Hát ezért csinálják most azt, hogy betelepítenek mindenféle olyan embert, aki ott nem őshonos, és akkor az őshonosok kitelepülnek. Jó? Tehát ez így szokott működni. Na szóval ők akkor hagyják el a bolygót, hogyha a bolygó olyan magas rezgésszintet ér el, amit ők nem viselnek el. Ehhez két dolog kell. Tehát két dolog. Egy. Kellenek magas rezgésű emberi lények, tehát akik magas frekvenciára rezegnek.
és nagyon sok magas frekvenciára rezgő lény kell. Ha ezt meg lehetett volna oldani kis létszámmal, akkor már megoldották volna, mert az emberiség rezgése az már volt magas szinten, csak kicsi volt a lélekszám. Oké? Ezért van ez a hatalmas leszületés, hogy nagy lélekszám kell, de a nagy lélekszámnál el kell érni azt, hogy magas rezgése rezegjen, hogy jó állapotban legyen. És ha az emberiség nagy lélekszámú ezen a bolygón és magas frekvenciára rezeg, akkor azok kimenekülnek ebből a térből, mert ők alacsony frekvencián működő lények, és az alacsony frekvenciájú lény nem képes egy magas frekvenciájú környezetben működni, fordítva is igaz. Tehát egy magas frekvenciájú lény nem képes egy alacsony frekvenciájú térben működni. És ez lenne a megoldás, hogy az egész bolygó egy magas frekvenciájú lenne, azáltal, hogy az emberiség magas frekvenciájú lenne. Oké? Hát ezért van folyamatosan betelepítve ide az ember, ezért születik ennyi lélek. Csak egy baj van ezzel kapcsolatban. A szülőkkel van gond, nem a gyerekekkel. Hát ezért ugye már tőlem kérdezték régebben, mostanában hála Istennek nem kérdezték meg, hogy miért nem gyerekeket tanítunk. Hát nem a gyerekekkel van baj, hanem a szülőkkel. Tehát szülőket kell tanítani, nem gyerekeket. A gyerek, ha a szülő rendben van, akkor a gyerek is rendben van. Jó, tehát a szülők azok meg mind felnőttek. Ezek nem gyerekek. Tehát lényeg az, hogy a szülőknek meg kell azt tanítani, hogy szóval ugye azt kezdtem el, hogy mi a probléma. Tehát az a probléma, hogy a gyerekek leszületnek, az ugye az nem probléma. Meg az se probléma, hogy ők jó rezgéssel születnek le. Tehát magas frekvencián születnek le. Tehát hogyha úgy maradnának a gyerekek azon a frekvencián, akkor semmi gond nem lenne. Csak az a baj, hogy a gyerekeknek a frekvenciája az így csökken születést utántól. És ez a szülőknek köszönhető. És tudjátok, minek köszönhető? Két dolog. Az tudatlanság és az anyag. Az anyag szeretet. Anyagmánia. Ez a két dolog. Tehát az anyaggal megbolondították az embereket. Tehát szó szerint. Tehát ugye odalent tudták azt, hogy ezt el lehet érni. Hogy egy lelket az anyaggal, a magas technikával megbolondítsák. Ezt meg lehet csinálni. És ugye az a helyzet, hogy minél magasabb a technika, annál bolondabbak az emberek. De nézd meg! Tehát azért megy visszafele a társadalom erkölcsi és mentális szintje a technika miatt. Tehát ahogy fejlődik a technika, milyen tempóban, ugye tudjuk, hogy a technika exponenciálisan fejlődik, olyan mértékben csökken az embereknek ugye az erkölcsi és a mentális szintjük. Tehát szó szerint a technika bolondítja meg őket. Tehát addig, míg nem volt technika, ez ugye azért volt az 1800-as évek végéig, nem volt technika. És ugye 1900-as évek elejétől indultak el a technikát. Most az a technika, az nem technika, hogy mit tudom én, nem kézzel kötöttek, hanem volt faszövőgép. Tehát az, meg mit tudom én, volt mozdony már, tehát az gőzgép, tehát az nem komoly technika. Tehát az igazi technikai fejlődés az a múlt század elejétől indult el. Tehát addig nem volt gond az ember mentális képességeivel, ameddig nem volt technika. Tehát onnantól lett probléma, amikor kézhez kapta a technikát. Tehát kézhez kapta. Tehát azzal sem volt gond, hogy mit tudom, hogy utazott mondjuk a vonaton, mondjuk az 1800-as évek közepétől, hát az
De otthon nem volt technikája. Tehát otthon az volt a technika, amit ő maga meg tudott csinálni. Tehát az, mit tudom, a szövőszéket megcsinálták maguk. Az, mit tudom, asztalosok. Tehát nem kell, nem volt szükség technikára. Tehát onnantól van gond, mióta a technika van. Tehát szó szerint a technikával megbolondították az embereket. Na ez a probléma. Hát rá kellene jönni az embereknek arra, hogy nem a technika a legfontosabb. És nem a technikai szint a legfontosabb. És nem annak kellene lenni a célnak, céloknak. Tehát nem technikai célokkal kellene rendelkezni. Hát nézzétek meg, a legtöbb ember, aki ajándékot kap, valami technikai ajándékot kap. Tehát egymásnak az ajándékozása is technikai kérdés a legtöbb esetben. Nyilván a rózsa az nem, tehát a virág az nem. De egyébként, bár az előállítása már az is technikával történik. Illetve a termesztése. Tehát ugye az embereknek a gondolataik, a céljaik elsősorban a technika körül forognak. És ha ezt nem változtatják meg, akkor megy tovább lefelé az emberiség. Tehát a technika semmi más, csak egy eszköz, nem cél. Tehát nem véletlen az, hogy ugye négyszer lettünk piacvezetők, amit most csinálunk, abban is piacvezetők vagyunk, előtte háromszor voltunk különböző területen piacvezetők, és nem véletlen, hogy piacvezetők lettünk. Mert nálunk mindig volt olyan, hogy nem cél, csak eszköz. Tehát például, amikor nyugdíjpénztárral foglalkoztunk, ugye avval voltunk először hosszú távon, tehát önkéntes nyugdíjpénztárra, nem magán nyugdíjpénztárra, nem keverendő a kettő, önkéntes nyugdíjpénztárra. Tehát ugye oda nem kötelező alapon fizettek az emberek, hanem választható. Tehát, mint a biztosítás úgy. És tehát, hogyha nem tudtál meggyőzni valakit arról, hogy neki az jó az önkéntes pénztári befektetés, akkor az nem fekteted be. De nem is ez a lényeg, hanem ezt most azért mondom, hogy értsétek, hogy nekünk az önkéntes nyugdíjpénztári befektetés az csak egy eszköz volt. Nem cél. Tudod, mi volt a cél? Az akkor is már az emberek fejlesztése. Már akkor is. Az volt a cél. Utána foglalkoztunk önsegélyező pénztárral. Az önsegélyező pénztár az egy olyan konstrukció volt akkor, hogy befizettél, mit tudom én, mondjuk 5000 forintot, megkaptad az adókedvezményét, az 25% volt, tehát az 1250 forint adókedvezményt, és úgy tudom én, 250 forint volt a költség, és gyakorlatilag 4750 forintot visszakaptál. Tehát 1250 forint volt az adókedvezményed, amit megkaptál az adódból. Érted? Tehát magyarul nyertél rajta egy ezrest. Az akárhogy nézzük, nyertél rajta 20%-ot tisztán, havi szinten. Azért a havi szinten törvényesen 20%-ot nyerni, az nem olyan rossz buli. Egy ilyen konstrukciónk volt, ezt csináltuk, és ebben piacvezetők voltunk, és ugye ez hosszabb távon volt, de ez is csak egy eszköz volt. Tehát nem cél, nem az volt a cél, nem azért kerestük meg az embereket, hogy ez a cél, ez milyen jó. Most 1000 forint havi szinten, mondjuk ha valaki 5000-et fizet, nem fogja megváltoztatni az életét, de a tudás az igen. Tehát akkor is maga az önsegélyező pénztár csak egy eszköz volt. És a tudás átadás volt a cél. Érted? Már akkor is. Ezt most miért mondom? Mert ugyanez a helyzet. Tehát ugyanez a helyzet. Tehát a célt meg az eszközt külön kell tudni választani.
az azt jelenti, hogy a pénz az sose volt cél. Tehát nekem legalábbis soha nem volt cél a pénz. Én tudtam azt, ha teszem a dolgom, akkor más is jobban jól jár, és akkor én sem járok rosszul. Ez ennyi. Ilyen egyszerű. Tehát ám ez így működött. Hogyha én teszem a dolgom, akkor más is jól jár, és én sem járok rosszul. Ugyanez a helyzet. Tehát a technika, az anyag, az nem lehet cél. Csak eszköz. A cél a te fejlődésed. És a cél mások fejlesztése. Nincs más cél. És ha ezt csinálod, hogy te fejlődsz és másokat hozzásegítesz a tudáshoz, akkor minden anyagot megkapsz, ami neked szükséges. Érted? Több meg minek? Nem, amire szükség van. És akkor tudsz gondoskodni arról, akiről szeretnél. Mert azzal is, azt is megkapod. Tehát ha neked az anyaga a célod, akkor fordítva jussz a lovon. Ezt tudod, mit jelent? Arra akarsz menni, és a ló arra halad. Ez ezt jelenti. Tehát előrefelé nézel, a ló meg hátrafelé halad, mert fordítva jussz rajta. És a legtöbb ember fordítva ül a lovon. Szó szerint. Tehát rendbe kellene ezt rakni a fejedben, hogy neked mi a célod. Oké? Minden, ami anyaggal kapcsolatos, az csak eszköz. Persze kell, hogy legyen ruhád. Ne jár mesztelenül, nem? Persze kell, hogy legyen, mit tudom én, mobiltelefon, hogy elérjen valaki, vagy te gyorsan el tudj valakit érni. Nem? Persze, kellene ilyenek. Mit tudom én, lehet, hogy kell az autó, hogy tudják közlekedni. Érted? De nem nyaralni, közlekedni. Nagy különbség. De fordítva jussz a lovon, hogyha azok a célok, amit most elmondtam. Tehát az ember fejlődése a cél. És azt is mondták nekem, hogy nagy baj, hogyha az emberek nem fejlődnek fel. Mert akkor ugye az van, hogy ezt az emberiséget el kell pusztítani. Mert az emberiség nem tette a dolgát. Tehát ez olyan, mint hogy nem adod a gyerekednek az ingatlant, ha tudod előre róla, hogy nem tud róla gondoskodni. És ugye most már pontosan látják azt, hogy addig, míg ezek itt vannak a Földben, addig nincs fejlődés. Tehát mentális fejlődés. Mármint olyan szintű, hogy el lehetne a két faj egymással békésen. Nem tud lenni. Nem tud lenni. Tehát ameddig ezek itt alul garázdálkodnak és befolyásolják az embereket, addig az embereknek nincs meg az a lehetőségük, hogy tartós aranykort építsenek. Tehát tartós aranykort csak úgy lehet építeni, hogyha nincsenek elnyomók. Érted? És simán meg tudják azt csinálni, hogy egy rossz állapotú embert elnyomóvá manipulálnak. Elnyomóvá hipnotizálnak. És elnyomó lesz. Az, aki előtte nem volt elnyomó. És onnantól kezdve kezdődik minden előről. Tehát az emberiség azért boldogtalan, mert minden ötödik ember elnyomó. A Siriuson nincsenek elnyomók. Érted a különbséget?
Tehát nincs egy fia elnyomó se. Egyetlen egy se. Itt meg minden ötödik ember elnyomó. És ez mind a lentieknek köszönhető. A lenti fajnak. Tehát nem az ember farkasa, hanem mindig egy másik lény. Tehát egyetlen lény sem írtja ki a saját fajtáját. Még a tudatlan lények sem. Tehát a kiírtás azt jelenti, hogy elpusztítja az egészet. Az emberiség sem. De egy másik lény simán elpusztít egy fajt. Világos ez? Tehát az oroszlánokon múlna, akkor nem lenne egy, mit tudom én, egy antilop se. Oké? Okay. Tehát simán elpusztítja a másik fajt. De a saját fajtáját nem. Tehát nem fajtáját, faját, mert a fajtájából is időnként elpusztít egy-egy faj egyet-egyet. De hogy az egész fajtáját kipusztítsa, olyan nincs. Tehát nekünk nem mi vagyunk az ellenségek, emberek egymásnak, hanem az alsó faj ellensége az emberiségnek. És nem csak az emberiségnek, hanem a teremtőinknek. Tehát most gondold végig, de azért érdemes, ugye, akármilyen módon egy elhatározást hozni avval kapcsolatban, hogy kit akarsz segíteni? Melyik fajt? A fentieket, vagy akik ott vannak a föld alatt? Hát remélem egyértelmű a válasz. Jó? Hogy állunk az idővel? Jó. Szóval a lényeg az, hogy elmeséltem, amit felírtam. Oké. Okay. Majd második részben majd még erről beszélek, mert még van, kaptam egy-két dolgot ezzel kapcsolatban. Csak az már nem ide tartozik. No, szóval. De, beszélek róla. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a Bibliát kik írták. Fogok majd a Bibliáról beszélni, de most nem ez a téma, de ehhez kapcsolódik. Emberek. Ugye azt tudjátok, hogy a Bibliát emberek írták. Ugye azt is tudjátok, hogy ott vannak a zárójelben, hogy kinek a mondása vagy írása az az idézet. Tehát ami azt jelenti, hogy a Biblia írok azok sugallatra írtak. Tehát kaptak sugallatot, és akkor azt, amit kaptak sugallatot, azt leírták. És akkor ezt összeszedték, és akkor összerakták egy könyvbe, amit úgy hívnak, hogy Biblia. Ugye azt is tudjuk, hogy számos fordításon átesett, tehát a szám különböző nyelvekre többször lefordították. Ugye azt is tudjuk, hogy 300 évig nem is volt Biblia, Krisztus után lett a 300 év múlva a Biblia. Ugye azt is tudjuk, hogy egy tanács döntött el, hogy mi kerüljön be és mi nem. Meg hogy milyen történetek kerülhetnek bele, vagy nem kerülhetnek bele. Kinek az evangéliuma kerülhet bele, ki nem kerülhet bele. És számos fordításon átesett már a Biblia. Újraírták, nem csak fordítás, hogy ugyanazon a nyelven fogták és újraírták. Azt mondták, hogy rosszul értelmezték az előző értelmezést, és most átírják. Nem tudom, tudjátok-e, hogy ez így volt. Tehát fogták, és mit tudom, volt egy lefordítás, utána azt mondták, hogy jó, az előző értelmezés az nem volt jó,
nem úgy kellett volna értelmezni, írjuk le újból, és így kell értelmezni. Szóval ez így működött. És azt ugye tudjátok, hogy azok, akik írtak, nem akik átírták a Bibliát, hanem akiknek az idézeteibe kerültek, és ha nem módosították azt az idézetet, akkor gyakorlatilag egy az egyben úgy írták be, hogy kapta a teremtőjétől az az illető. Tehát ugye akkor ezt jobban megnézve lehet azt mondani, hogy ezek az idézetek, ha nincs módosítva, akkor Isten szava. Aha, igen, de 2000 évvel ezelőtt. Oké, 2000 évvel ezelőtti sugallatok. Ami nem azt jelenti, hogy hatályát veszíti, nem, természetesen nem. Csak honnan tudjuk, hogy az hogy hangzott el az a sugallat? Te tudod, hogy hangzott el? Hát nem voltunk ott. De most itt vagy. Ez a különbség. És ez közvetlen forrás. Rajtam keresztül. Ez a különbség. Jó? Kaptam egy olyan képességet is, hogyha például tanítok, vagy olvasok valamit, és mondjuk tudom, egy ilyen hosszabb lélegzetű, akkor részletesen megkapom azt, hogy abból mi az igaz, meg mi nem. Tehát mi az igazság, vagy mi a hazugság benne. Tehát ami az élet és az ember működéséről. Na most akkor onnantól kezdve, gondoljátok végig, hogy miben, tehát mit fogadtok el? Tehát mit fogadtok el? Mit fogadtok el igaznak? Érdemes végig gondolni. Tehát esetleg olyan dolgot, ami nem közvetlen forrás. Persze a Biblia tele van jó dolgokkal, semmi gond nincs azzal. Hát így van, tehát semmi gond nincs azzal. Illetve van egy-két történet, amiben nagy gond van, de erről nem most fogok beszélni, majd májusban. Tehát azért minden nem kell elhinni, jó? De a többsége az, túlnyomó többség, az teljesen rendben van. Tehát főleg az, hogy mit tudom, egy ember hogyan viselkedjen, vagy hogyan álljon egy másik emberhez, az ilyen dolgokkal az ég a világon semmi gond nincs. Jó, de mondom, gondolom, és miért beszélek erről? Azért, mert mondták, hogy mondjak. Mondjak, beszéljek erről. Tehát mondjam. Tehát ma kaptam ebben kapcsolatban az információt, hogy erről kell beszélnem. És mivel ez ugye élőbe kimegy, ezért ez kimegy élőbe. Majd a felvétel is ugye ki lesz nyilvánosan. No szóval, mi a címünk, a mai témánk címe? Aranykor létrehozása. Tehát most már akkor tudjátok, hogy hogy kell létrehozni az aranykort, nem? Tehát az embereket olyan magas tudatossági szintre föl kell emelni, hogy képesek legyenek az etikát egy az egyben alkalmazni, képesek legyenek arra, hogy helyesen cselekedjenek adott helyzetekben, tehát az élethelyzeteiket helyesen tegyék, és ne okozzanak problémákat, tehát megelőzzék a problémákat, megvalósítsák, amit meg kell valósítani, és ami a legfontosabb, hogy képesek legyenek szeretetben élni másokkal. Tehát szeretetben élni. Kortól, nemtől, fajtól függetlenül. Szeretetben élni. Tehát a gyűlölködés
az soha nem vezetett eredményre. Soha. Az mindig csak bajt okozott. Tehát az emberek kortól, nemtől és fajtól függetlenül fejlődnének, tudatosodnának, hogy mindenki saját maga rájön arra, hogy mi a jó. És hogy kell élni az életet. Most gondoljátok végig, azért ez nem semmi, amiben részt veszünk. Azért nem semmi. Létrehozni az aranykort, az nem semmi, és nem hosszú távon, hanem elég hamar kellene létrehozni. Azért nem semmi feladat, nem semmi kihívás. De én mindig úgy voltam, hogy ha valami nagy kihívás, engem annál jobban motivál, és annál jobban lelkesít. És annál szenvedélyesebben csináltam, minél nagyobb. De nyilván ez úgy működik, hogy ez egy folyamat. Tehát, hogy mondjuk valaki megismerkedik ezzel a feladattal, nem biztos, hogy rögtön lelkes vagy szenvedélyesebbel kapcsolatban. De hogyha végig gondoljátok többször, hogy mit is csinálunk, miben is veszünk részt, akkor előbb-utóbb rájössz arra, hogy így van, leesik a tantusz, igen, rájössz arra, hogy ez a világ legcsodálatosabb dolga, amit csinálunk. Tehát mondhatjuk azt, hogy gondold végig, hogy tőlünk függ az emberiség sorsa. Persze meg lehetne ijedni ettől a feladattól, de nem ez a feladat, hogy megijedj, nem, hanem épp az, hogy hát basszus kulcs, akkor ez egy óriási dolog, nem? Ez egy csodálatos dolog. Az embereket jóvá tenni. Tehát nem mi tesszük jóvá, hanem a tudás teszi őket jóvá, érted? Mi csak átadjuk a tudást. És akkor segítünk abban, hogy egyre nagyobb és nagyobb és több képességük legyen. Ahhoz, hogy boldoguljanak az életükben. Tehát, hogyha neked lesznek képességeid, akkor azt át tudod adni másoknak, meg tudod nekik tanítani, hogy hogyan csinálják. Érted? Mi kell ahhoz, hogy az létrejöjjön? Tehát ez egy csodálatos dolog. De nem kell ettől megijedni. Örüljünk neki, hogy nekünk a dolgunk, és te már itt vagy az elején, ebben az egészben. No hát körülbelül ennyi fért bele itt az első részbe. Nézd körül a weboldalunkon, ha teljesen új vagy, ha olyan társaságban nézed, akinek lehetősége van arra, hogy a coachképzéssel részt vegyen, akkor te is egy alkalommal részt tudsz venni díjmentesen. Ugye második alkalommal már nem tudsz díjmentesen részt venni a coachképzésünkön, csak egyszer. 20 perc szünet után kezdődik az önbizalom teremtő coach képzésünk második része, ugye 9 részes a képzésünk, és a második rész következik. Ha valaki most válik tanulóvá, akkor természetesen a keddi képzésnek a felvételéhez hozzá tud férni, a videóhoz is, meg a hanganyaghoz is, természetesen. Jó, a hanganyag az mindig késve van fölrakva, azt ne követeljétek. Jó? A videó az általában másnap éjszakáig fölkerül, tehát másnap éjszakáig, és tudjátok a videót nézni. Sőt, ha valaki esetleg nem tudta nézni az élőt, nem tudom, tudjátok-e, hogy általában addig, ameddig nem kerül fel a felvétel, addig elindul az élőadás felvételről az élő helyén. Az élő helyén. Igaz, hogy egy kis szünettel, mert onnantól indul el, ahogy én beindítom a felvételt. Tehát, vagyis hát a lejátszást akarom mondani, ugye onnantól indul el, és hát lehet, hogy egy 15-20 percet vagy egy fél órát
kell, vagy egy 3-4 órát kell várni arra, hogy elinduljon az élőadás, illetve az élőadás felvétele, de ugye ez még az élőadás részen van. Tehát nem a, nem a, hogy hívjákon van a felvételeknél, de amikor a felvétel fölkerül, akkor az természetesen onnan kitörlésre kerül. Jó, ugye ezt csak tippként mondom, hogy ha valaki esetleg előbb szeretné látni az élőadást, akkor, akkor ugye meg tudja nézni az élő helyén. Jó? Úgyhogy 4-10-ig lesz a coachképzésünk, az önbizalomteremtő coach. 20 perc szünet után kezdjük. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!